Nem drágult jelentősen a fenyő, és egyre többen hajlandóak egy-egy szép fáért többet fizetni. A forgalom változó van, ahol 3 nappal karácsony előtt még alig fogyott a fákból, de az árusok az utolsó napokban komoly rohamra számítanak. Néhány hete még így álltak a fenyők a surdi házak előtt szállításra várva. Akkor jártunk ott, amikor a termelők megkezdték a fák kivágását, szállítását. Ezek a fenyőfák pedig már Pécsen várják, hogy megvegye őket valaki. Az itt árusító termelők jó része Zalából érkezett. Ők nem emeltek árat. A komoly változás igazából nem történt. Tehát az a 4-4500 forintos lucméter ár, 5-5000 forintos ezüstméter ár, ez a 6-7000 forint közötti normand, ez a tavalyi évhez képest szerintem ugyanazon az áron mozog minden. Egyelőre a kereslet ez még olyan pangó, olyan helybejáró. Az árusok szerint sokan vannak, akik kivárnak, és majd az utolsó napokban vásárolják meg a fát. Aki most megy, még sokat válogathat, ha akar. Igazából mi megnéztünk egy fát, és azt mondtuk, hogy ez jó, azt mondtuk, hogy azért ne vigyük el az elsőt, megnéztük a következőt, az már csinos volt. Nem volt olyan oldala, amit a sarokba állítottunk volna, szép volt a teteje, életkedve volt a fának, tehát nem rohadtak le egyik ága sem, szép színe volt, úgyhogy mi megtaláltuk hamar. Debrecenben az árusok azt mondják, hogy sokan már nem az árát, hanem a fának a küllemét tartják fontosnak. Egyre inkább tényleg a szépségre törekszenek az emberek, nem spórolnak rajta, azt veszük észre. És a normand fenyő iránt nagyon nagy a kereslet. Az az, ami nem hullatja a tűlevelét, nagyon sokáig megtartja úgy az állagát, jellegét, mint ahogy azt megveszik. A lucfenyőt azonban továbbra sem győzi le a többi fajta. Alapból a lucfenyőt szeretem, gyerekkorom óta hozom magammal, hogy az illat az nekem nagyon fontos, hogy amikor reggel felkek, akkor érezzem, ennek én nem nagyon érzem az illatát, tehát elsősorban az illata miatt. Az árusok szerint egyre többen érkeznek kész tervekkel és elképzelésekkel. Általában azok tudják, hogy milyen fát szeretnének, akiknek kevés a helyük. Ők a legtöbb esetben nem csak a magasságra, hanem a szélességre is figyelnek.